talán ez volt a harmadik abszolút győzelemünk Horvátországban, de a mindenképp a legnehezebb. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy kitart ide is a lendület, és valami magunkhoz képest normális helyen tudunk menni. Igazából nagyon jó volt az első két gyorsági. Az első kifejezetten jó időt tudtunk menni, 4 másodpercet kaptunk az elsőtől, ami azért egy nagyon jó, meg nagyon jól is éreztük magunkat. A másodiknak az elejét, a Kisvaszornak, az nagyon poros volt, azt elolvakoskodtuk, de az sem volt rossz idő. Hát ez a harmadik pálya, ez ilyen autópálya, ezt én tudtam, hogy nem nekem való. De egy összességében azt hiszem, hogy a 8. helyen vagyunk, nem olyan nagy hátrányban az elsőhöz képest, és egyébként elég szorosak a egymás után a helyek. Úgyhogy hát holnap támadunk, ugye egy kicsit lerövidült ez a mai nap. Egyik szemünk sír nyilván a másik nevet, tehát szerintem ahhoz senkinek nem lett volna kedve, hogy hol száraz, hol nedves, itt ezt a gumit cseréld, ott azt a gumit cseréld, meg igazából talán az emberek biztonsága a előrébb való. Úgyhogy akkor most legalább tudunk pihenni, mert nem éjfélkor fogunk lefeküdni, talán még egy pohár bort is tudunk inni ma este, és akkor holnap meg támadunk.